A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Jancsárkert Piac Egyesület ez évben is megrendezte a Fejér megyei termékmustrát. A szakmai rendezvényen Jakab István, az országgyűlés alelnöke megerősítette, a kormány minden segítséget megad a helyi termékek népszerűsítéséért. Az a helyzet, hogy a magyar mezőgazdaság egy olyan átalakulási folyamaton megy keresztül, ahol figyelembe kell vennünk az adottságainkat, ebből kiindulva fontos számunkra az, hogy az emberekhez közvetlenül a helyben előállított termékek eljussanak, minél kisebb legyen az ökológiai lábnyom, ha helyben megtermelt termékekből készült élelmiszer helyben kerüljön felhasználásra, fogyasztásra. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kiváló, a Kárpát-medence adottságait kihasználva kiváló és nagy mennyiségben egyöntetű árut tudjunk exportra, igényes piacokon értékesíteni. Tehát ez a kettős szerepnek kíván megfelelni a magyar agrár-élelmiszergazdaság olyan módon is, hogy minden lehetséges eszközt igénybe vegyen. Tehát az Európai Uniós források felhasználása, a támogatások maximális kihasználása, a fejlesztések egész országra, egész Kárpát-medencére történő összehangolt megvalósítása az alapja annak, hogy a mai helyzetből kiindulva az elkövetkező időszakban egy lényegesen nagyobb mennyiségű élelmiszert tudjunk előállítani egységnyi területen is, és országos szinten is. Figyelembe véve különösen azt, hogy a klímaváltozás hatásai ma már erősen érzékelhetők, a klímaváltozás negatív hatásai ma már erősen érzékelhetők. Éppen ezért vízgazdálkodás, öntözésfejlesztés tekintetében kiemelt feladatunk az elkövetkező időszakban az, hogy megteremtsük ezzel egy időben a határ infrastruktúráját a közlekedés szempontjából, a műtárgyak felújítása szempontjából, megteremtsük a határ infrastruktúráját abban az értelemben, hogy a vizet oda tudjuk vinni, tehát a vízkormányzás feltételét. Ez egy nagyon hosszú távra ható, nagyon erős program. Úgy gondoljuk, hogy a részben uniós források, hisz a termelés biztonsága itt a belvíz egyéb tekintetben, de már az asszály tekintetében is kiemelt támogatást igényel, és uniós forrás erre igénybe vehető kell, hogy legyen. A másik pedig az, hogy az elkövetkező időszakban új növényfajok köztermesztésbe vonása szintén indokolt. Tehát akkor tudunk igazán egy korszerű agrár-élelmiszergazdaságot működtetni, ha a vízgazdálkodást mint alapot biztosítjuk ehhez. Vízgazdálkodás, egy korszerű vízgazdálkodási, vízhasznosítási program nélkül nincs korszerű mezőgazdaság, nem tudunk például egy fehérje programot megvalósítani, nem tudunk például olyan új növényfajokat bevonni a köztermesztésbe, amelyek eddig nem voltak, illetve nem tudunk korszerű gyümölcs, illetve szőlő ültetvényeket sem létesíteni már. Tehát ez egy összhangolt fejlesztést igényel, azzal együtt, hogy természetesen az új, a 21. századi technológiák bevonása, a digitális technológiák alkalmazása, a precíziós gazdálkodás, a hétköznapokban való átvétele és működtetése, ez mind-mind alap ahhoz, hogy szinte meg tudjuk a hozamokat duplázni a mezőgazdaságban. Nem tévedés, meg tudjuk duplázni a 6-7 tonna kukorica hektáronkénti hozam, az 12-14 tonnára kell, hogy felmenjen, mert egyébként nem tudunk beszállni a nemzetközi versenybe. Nos, ehhez kell egy hatalmas fejlesztési munka, jelentős forrásbevonás, de ugyanakkor a gazdák részéről pedig egy nagyon erős összefogás. Most pillanatnyilag a birtokrendezés, a termőföld, mint erőforrásnak az optimális hasznosításához szükséges az, hogy minél jobban, könnyebben, egyszerűbben művelhető birtoktestek alakuljanak ki, hogy az öntözést meg tudjuk valósítani, hogy a gazdák egymással tudjanak egyeztetni akkor, amikor a vetés terveiket készítik, hogy az öntözés hatása az mindenki számára egyformán legyen kezelhető. Nos, ezeket figyelembe véve mi úgy gondoljuk, hogy egy nagyon intenzív,
a 21. századi agrár-élelmiszergazdaság fejlesztési programja nem kerülhető meg. Nem kerülhető meg a növénytermesztésben, ideértve még egyszer aláhúzom a korszerű fehérje programot, nem kerülhető meg a zöldség-gyümölcságazatban a 21. századi megoldások alkalmazása, de ugyanakkor fontos, hogy egy korszerű infrastruktúra legyen a szántóföldtől az áruházpolcáig. Ennek tükrében a közös agrárpolitika prioritásait is tulajdonképpen felsorolta elnök úr. Hol tartunk ma, hiszen 2020-ban nagy változások várhatóak, és olyan változások, amelyek adott esetben követnie kell a magyar agráriumnak is? Kérem, nevesen nem követ senki, de azt kell mondjam, hogy szeretnék abban bízni, hogy ez az Európai Parlament, ez az Európai Bizottság, ez az Európai Tanács ezt a költségvetést nem fogadja el. Ugyanis ahhoz, hogy egy olyan költségvetése legyen az Európai Uniónak, amelyik a 21. században valamennyi tagállam számára egyformán és egyformán kedvezően hat, ahhoz egy egészen új, egy másfajta szemléletre van szükség. Az Európai Unióban most olyan viták dúlnak, amelyek a lényegről elterelik a figyelmet, és közben egy olyan lopakodó költségvetés átalakítás zajlik, ahol fokozatosan és folyamatosan csökkentik a forrásokat. Az uniós büdzsé 26%-kal történő csökkentése a tervezett úgy, hogy közben az adminisztrációt jelentősen meg kívánják növelni, közben olyan forrását csoportosításokat valósítanak meg, például migránsok ellátására a gazdák támogatását kívánják felhasználni, olyan kifejezetten a nemzeti támogatások növelésével akarják megoldani a támogatást. Ez a gazdag országoknak segít, az újonnan csatlakozó országokat még hátrányosabb helyzetbe taszítja. Tehát olyan agrárpolitikai célok fogalmazódnak meg most az új tervezetben, amelyik úgymond szétszakítaná az unió egységes közös agrárpolitikáját. Ez így elfogadhatatlan, forrás csökkentéshez nem tudunk hozzájárulni, és azt a durva diszkriminációt, amelyik az újonnan érkező országokat sújtaná, azt pedig határozottan visszautasítjuk. Jelen pillanatban zajlanak az egyeztetések, de mint ahogy a mostani költségvetést is egy évvel később fogadták el. Azt gondolom, hogy most a mostani helyzetben, amelyik még rosszabb, májusig ez az abszolút lehetetlen kategória, hogy ezt a költségvetést elfogadják. A tanácskozáson az agrárgazdaság minőségfejlesztésének megerősítése került fókuszba. A kétnapos szakmai rendezvényen a szervezők célkitűzése, a helyi termékek népszerűsítése és a környezettudatos, egészséges életmód segítése volt. Az elsődleges célja akár 4 éve, akár sokkal hosszabb idő óta nem változott. Hiszen a helyi termékek, a helyi kézműves termékeknek a mind szélesebb körű megjelentetése, ismertetése és ezeknek a fogyasztásának a növelése. Ez nagyon szép példája, először fehér termék, majd a Fejér megyei termékmustra vonatkozásában, hogyan fejlődött az elmúlt évek alatt. Ma már nagyon szépen kiszélesedett. Én persze mondhatom azt is, mint aki a folyamatnak az ismerője, hogy én szeretném a gyorsabb fejlődést. Szeretném, hogyha a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok polcain magyar termékek sokkal bőségesebben jelennének meg, hiszen annak az ízvilága teljesen sajátos, a mi ízlésünk szerint való, a termékek frissek, beltartalmi értékeik magasak, és ezt elég sokszor mondtuk már, és mondjuk jelenleg is, de lehet, hogy nem elégszer. Azért nem elégszer, mert én nem pesszimista vagyok, mert a fejlődés az nagyívű, hanem még gyorsabb fejlődést szeretnék, ezért az agrárgazdasági kamara is, és magam is azon vagyunk, hogy a társadalom elfogadja, hogy megkerülhetetlen pár éven belül egy magyar tulajdonú kiskereskedelmi élelmiszerláncnak a felállítása, ahol ezek a
szó szerint csodálatos, magas beltartalmi értékű termékek, ahol a jövő nemzedéke végül is egészségesen tud felnevelkedni, elérhetők legyenek, könnyen eljussanak a vásárlók asztalához, hiszen a napi rutin szerint a polcukon találkozik vele. Jelenleg ezt látom a legnagyobb hiátusznak, hogy viszonylag messzire kell elmenni, akár városon belül, hát kivétel, aki ott a környéken lakik, és nincs tömegesen a boltok polcain a magyar termék, ezt akár jogszabályi módon, akár pedig bolthálózattal kell a későbbiekbe kompenzálni, hogy az az igény, ami látensen, de valóságosan is megjelenik a fogyasztók vonatkozásába, az ilyetén módon is kielégítésre kerüljön. Tehát az igény tetten érhető mindenképpen, ugyanakkor miként tudja ezt segíteni az Agrártárca, a kamara, illetve a MAGOSZ együttműködése? Az együttműködés és az összefogás az mindenkor az eredménynek az alapja és az eredménynek a kovásza. Amikor egységes vektor mentén tudnak különféle szervezetek, érdekképviseleti szakmai szervezetek dönteni, akkor egyértelmű, hogy mielőbb meg tud valósulni a szerves fejlődés mellett az a lehetőség, amit előbb is említettem, tehát a kereskedelmi lánc. És erre nagyon konkrét intézkedések várhatók az elkövetkező időben, tehát amikor majd hagyományteremtő módon, hiszen már a negyedik is az, de amikor a ötödiket, hatodikat, nyolcadikat, huszadikat ünnepeljük, akkor elmondhatjuk azt, hogy igenis, akkorra már széles körbe ismertek a magyar termékek, és nem csak ismertek, hanem nap mint nap fogyasztottak is. Elsődleges a minőség. Miként tudják ebben segíteni az őstermelői tagozatot, hiszen az őstermelőkön, a termelőkön múlik általában minden, hogy olyan áruk kerüljenek a piacra, amelyet miért nem lehetünk egyik oldalról büszkék, mi vásárlók, másik oldalról pedig nyilvánvaló, hogy akkor jobban megnyílik a pénztárcánk, és bármennyire is profán ez. Hát mindenképpen úgy, hogy a tudást, a tudás átadást mind magasabb szintre visszük, aminek az első nagyon fontos eleme, hogy őrizzék meg azokat a hagyományokat, és azokat a hagyományos termelési módokat is, és azokat a fajtákat, amellyel ezt a magas beltartalmi értéket és minőséget megőrizni tudják. Tehát nem az a cél, hogy egy nagyon intenzív termelésre váltsanak át, ahol elveszik ez a beltartalom. Úgy is szoktam fogalmazni, hogy a múlt és a múltbéli termelés az nem valamiféle rendszer, az maga a rend. És a rend az ilyen végtermékeket hozott, és hoz ma is, aminek örömmel, amit örömmel látunk az asztalainkon, amit örömmel fogyasztunk, és ha bármilyen tudományos beltartalmi értékvizsgálatra alávetjük, akkor egy az egybe kimutathatók azok az előnyök, amik egy trágyázott talajba termelett növény vonatkozásában, akár ellenálló képességbe, akár szöveti szilárdságba, akár beltartalmi értékekbe egyértelműen megmutatkozik. Simon László a Fejér megyei kormányhivatal kormány megbízottjaként úgy fogalmazott, a Mezőföld térségének legfontosabb feladata, hogy az agrárgazdaság szereplői adottságaikhoz mérten vegyék ki részüket az élelmiszerbiztonság és a fogyasztók minél jobb ellátása érdekében. Nagyon fontos ez a mai nap és ez a konferencia. Én már nem első alkalom, mint tudjuk, hogy otthon tartunk itt a megyeházán, és örülünk is ennek a rangos eseménynek, rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy alapvető érdekünk, hogy minél egészségesebb, minél jobb minőségű és minél rövidebb úton az asztalra kerülő egészséges magyar termékek kerülnek a lakosság elé. Ebben a tekintetben a kormányhivatal, így a Fejér megyei kormányhivatal több dolog kapcsán tud segíteni. Egyrészt alkalmat, lehetőséget teremtünk minden ilyen eseménynek, de ennél talán sokkal fontosabb az, hogy az államigazgatás, a bürokrácia mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy ezt a folyamatot segítse. Olyan szabályozókra van szükség, amelyekkel mi
a lehető legrövidebb úton juttatjuk el a szükséges engedélyeket, hatósági bizonyítványokat, támogatásokat nem utolsó sorban a megyében dolgozó gazdálkodóknak, kistermelőknek, őstermelőknek. A bürokrácia csökkentés is ezt támogatja, hiszen korábbi hosszadalmas engedési eljárásokkal váltott valaki vállalkozóvá, mezőgazdasági vállalkozóvá. Jelentős lépéseket tettünk az elmúlt esztendőkben. Ma arra törekszünk, és a következő csomag is erről szól, hogy egy bejelentési eljárással, egy tudomásról vételrel valaki tudjon kezdeni egy vállalkozást, mezőgazdasági termelővé váljon, és a mezőgazdaságban tudjon dolgozni. Másrészt nagyon nagy terület a hazai és uniós támogatásoknak a területe. Pontosan a vidékfejlesztési főosztályunk az a kormányhivatalnál, amely ezzel a területtel foglalkozik. Sok-sok millió forint és támogatás, uniós és azért támogatás jut el minden évben a gazdákhoz, gazdálkodókhoz. Olyan mezőgazdasági beruházásokat támogatunk, amely mondjuk egy gazdaszövetkezet, vagy egy szövetséggel, egy társulással megtámogatva mondjuk gyümölcstárolókat, gyümölcsfeldolgozókat, zöldségfeldolgozókat lehet létesíteni. Nagyon széles a paletta. Mi mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a helyben dolgozó gazdákat. Az ünnepségen Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke ismertette a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem akció megyei eredményeit, majd Jakab Istvánnal együtt jelképesen ajándékokat adott át Fejér megyei alapítványok, gyermekvédelmi szervezetek részére.